Fél és egymillió között elég nehéz bármit mondani, ami drága nézőinknek, akiket nagy szeretettel köszöntünk ismét Varga Tibor úrral. És Szörényi Andrással, sziasztok! A Vezess értékbeslőben, de találtunk egy nagyon jó típust, amit jó szívvel ajánlunk mindannyiótoknak, fél és egymillió közötti ársával méghozzá. Melyik ez a csoda autó? Ez egy gyönyörű 1.4-es Honda Civic, 7. generáció. Igen, ezt szigorúan 7-genesnek mondják a hondások, ugye mi is hajlunk erre a szóhasználatra. Szerintem egy nagyon-nagyon jól eltalált autó, annak ellenére, hogy választék az belőle abszolút minimális, mind a motor, mind a karosszéria választék, de ami van, az viszont jó. Szoktál ilyen autóval találkozni átvizsgálásaid során? Igen, szoktam, és kimondottan nehéz tényleg ebben az ásában autót találni, mert vagy veszel egy nagyon öreg 20 év körüli autót 5-600 ezer forintért talán vállalható állapotban, nyilván a korához képest, vagy meg kell oldani a pénztárcát, és akkor ilyen 1 millió fölött lehet találni kicsit fiatalabb, egy generációval fiatalabb autót. A kettő között meg ott van egy nagy árrés, egy árluk, amiben nagyon nehéz autókat találni, és ez az autó ez pont belefér ebbe. 2001 és 2006 között futott ez a Civic, ebből is ez a modellfrissítés utáni generációt, ami 2003 végén jött ki. Ez ugye az elsődleges eltérés ugye a lámpa a facelift előttiekhez képest, ugye ennek a kocsinak egy ilyen Typer hangulatú emblémája van, de az ugye nem ilyen színű lenne normál esetben, csak a tulajdonos megszépítette vele. Különbség még a modellfrissítés előtti verziókhoz képest a tükörindex, és ez annyira vonzó és annyira menő szép dolog, hogy elég sok 2003 előtti autót is szoktak ezekkel az apró kis trükkökkel modernizálni, frissebbé tenni, de ezeken majdnem mindig megtaláljátok itt a sárvédőn ugye az indexnek a kis bücskét, mert különben sárvédőt kéne cserélni rajta, vagy le kellene falazni, és azt már nyilván nem szokták megcsinálni. Igazából Európában 3 és 5 ajtóst közül tudtok választani, szép 3 ajtóst és praktikus 5 ajtóst. Szintén a modell frissítés után változott a hátsó lámpa, szerintem ez egy sokkal sikesebb, csinosabb lámpa, mint a facelift előtti verziókon van, akkor is, hogyha itt egy picit azért berepedezett már ennek a felülete. Nekem nagyon tetszik a kipufogó ezen az autón, de ez nem a sportról való, aminek állítólag egy kicsit vastagabb átmérőjű csövei vannak, hanem ez egy utólagos sportkipufogó, nem szól durván, nincsen rettenetes hangja, és nagyon jól passzol ebbe az ívbe. Ugye az egyszál is gyári kipufogó az annyira csenevész és rosszul mutatott rajta, ez egy kifejezetten szép részlete az autónak. Ez a hátsó sárvédőív annyira gyönyörű, hogy a japán autóval járó operatőr kolléga, meg én nekem is van egy japán autó most, egyszerűen csak csodájára járunk. Összesen ennyi rozsdásodás található rajta, és nem azért, mert most tették rá ezt a javítóívet, tehát azért vannak ilyen szívikek is, de a hátsó sárvédőív egyébként itt is egy abszolút tipikus rozsdásodási pont. Ezeken a 7-genes szívikeken is figyeljetek erre. Kicsit a lámpája megvatult ennek az autónak, bár nemrég polírozta egy szakember, csak annyira mégse volt szakszerű ez a polír, hogy fél évnél többet kibírjon, igaz, hogy túl vagyunk a nyáron. De milyen a karosszéria? Hát a karosszériát japán autókat jellemzően vékonyan fényeznek a gyárban, 60-80 mikron, belül az oszlopoknál, küszöböknél még vékonyabb, ugye oda lakréteg sem kerül, úgyhogy ami egy német autónál 150-160 mikronnal még gyári fényezésnek számít, az itt már biztos, hogy fényezett elem lesz. De hát nézzük meg, hogy mit találunk, itt sok felkelő nap már megmotította, ahogy te mondtad a lámpát. Az egy jó frappás volt, gratulálok. Köszönöm szépen. Hát igen, ezt a sárvédőt biztos, hogy fényezték, ami nem baj, hát azért ez egy 2004-es autó, 16 éves autóról beszélünk, senkinek ne legyenek illúziói, felesleges keresni 16 éves autóba gyári fényezésű autót, mert nem fog találni, vagy nagyon-nagyon nehezen fog találni, és nem lesz vele beljebb. Tehát akkor az meg agyon lesz karcolva itt a 15 év vagy 16 év alatt. Úgyhogy alapvetően, hogyha attól még, hogy le van fújva egy-két elem, attól még simán vállalható egy használt autó, itt hátrébb már vékonyabb, meg hát ugye látszik is a fényezésen. Itt már csak 80-90 mikronokat mérünk az ajtón. Valószínűleg összelakozták a sárvédővel. Mindenhol 100 mikron alatti a, legalábbis az első sárvédőtől hátrafelé 100 mikron körül, illetve 100 mikron alatti a réteg vastagság. Rommá biztos nem volt törve, itt látható, hogy a C oszlop az volt már fényezve. 160-180 mikronokat mérünk. És ugye mindig érdemes megnézni az éleket, ha nincs is műszeretek, itt is látható, ahol ki volt ragasztva, tehát általában nyomon követhető, hogy a fényezők hol ragasztották ki fényezéshez, műszer nélkül is lehet látni, hogy ez az elem ez biztos, hogy fényezve volt. A típuskod rajongó kedvéért mondjuk el, hogy ez egy RP1-es Honda Civic, amiben egyébként ez a kis adattábla nekünk természetesen sokat segít. A motorkód ez pedig ez a D14Z6-os, tehát ez a motorcsalád, amiből van D13-as, meg mindenféle más is a Hondának.
ez a verzió belőle, a Szíjas D14 Z6, ami ebben van, szerintem egy nagyon-nagyon jól eltalált motor. A nyúlványon jól látszik, hogy komoly sérülése, sosem volt legalábbis frontális komoly sérülése az autónak. A nyúlványok gyáriak és épek, illetve a doblemezen is gyári a festék. Még soha nem fényezték a belső részeit a motortérnek, úgyhogy komoly sérülése biztos, hogy nem volt az autónak. Japán autót azért is érdemes nézni, mert nagyon sok egzotikus és jól átgondolt megoldást lehet találni, amin látszik, hogy a japán mérnökök azért vakarták akkor is a fejüket, amikor egy európai mérnök már otthon heszelt, hogy például a generátornak a szívfeszítését egy szárnyas csavar fejjel oldották meg, tehát gyakorlatilag még szerszám sem nagyon kellene hozzá. Ez hol látsz autóba szárnyas csavart máshol, mint egy Hondába. Ami gyakori szokott lenni, az első motortartó baknak a szakadása, hát nem tudom, meg tudjuk-e mutatni. Itt a gumi ki van szakadva, nézd. Ki kéne cserélni. Hát így a motor billegése jóval jelentősebb, és előbb-utóbb a többi bak is tönkre fog menni. Mert hát nem is túl komfortos, amikor érezzük, hogy ránt egyet a motor minden sebességváltáskor. Egyébként a motortér meglepően jól néz ki ahhoz képest, hogy mennyi idős az autó, és hogy Németországból jött. Jellemzően például a kipufogó burkolat már leszokott rohadni ennyi idős korában az autóról. Hát az alsó csavar már itt is valószínűleg elengedte magát, hiszen mozog az egész. Meg itt is már be van repedezve, viszont szétrohadva nincs. És ugyanez látható a csavarfejeken is, meg mindenhol, hogy meglepően kevés rozsdát látunk a motortérbe ahhoz képest, hogy Németországból jött az autó. Ugye a Hondában az is különleges, hogy másik oldalon van a motor, mint a többi autónál, ezért ennek az az oka, hogy Japánban alapvetően jobbkormányosak az autók, és a jobb súlyelosztás miatt teszik a másik oldalra a motort, tehát az autó bal oldalára. Nagyon jellegzetes a Hondákban ez a kisméretű akkumulátor. Nekünk volt Jazzünk is, meg ugyanilyen Civicünk is, nagyon szerettem mind a kettőt egyébként. Pont ugyanilyen 1.4-es volt, csak sportfelszereltség, tehát egy kicsit csinosabb belsővel, meg külsővel. De ezek az apró akkumulátorok is, és egyébként tudja is hozzá azt az élettartamot. Nem tudom, hogy a többiek mit rontanak el, vagy mit csinálnak másképp, de itt egy ilyen kisebb, könnyebb is elég. Dánál különösen gyakori jelenség, amikor gyújtáshiba van, vagy mindenféle villogások vannak a műszerfalon, hogy van egy testkábel, pontosabban nem is egy, hanem több, de itt nagyon jól látható, ami összeköti a karosszériát a motorral. Ez egy sima testkábel, és ez hajlamos nem érintkezni rendesen. Ilyenkor a lehető leglehetetlenebb hibákat tudja produkálni az autó, és lehet, hogy két szerelő két napig vakarja a buksiját, hogy mi van, és közben csak egy testkábel nem érintkezik rendesen. Meg hát a szokásos Honda motortér, tehát egy csepp olajfolyás, olajpára, olajlehelet is gyakorlatilag. Kíváncsi, hogy az alján van, de nem úgy tűnik, nem jellemző, itt tényleg itt sehol semmi. Ezek 3-400 ezernél is sokszor így néznek ki. Uh-huh. Ennél a típusnál is komoly probléma lehet a magas olajfogyasztás. Ez legtöbbször azért alakul ki, mert nem cserélnek időben olajat, illetve nem megfelelő olajminőséget használnak. Ha az autó egész életében jó minőségű olajjal használnák a motort, akkor még ennyi idős korában sem fogyasztaná az olajat. Nagyon sokszor ez már nem így van. Ha letekerjük az olajbetöltő sapkát, benézzünk a motorba, akkor két dolgot láthatunk. Hát ebben a motorban az egyik az, hogy nincs benne olajsár, ami előrevetíti azt, hogy valószínűleg jól bántak ezzel a motorral, de az érdekesebb dolog viszont az a kis csavar, amit ott láthatunk, ugyanis ez a motor még nem hidrotőkés, hanem lehet szelephézagot állítani, ugyanúgy, mint a régi motorokon. Ez is már így ebben a korban majdnem, hogy kihalt egyébként a világból, de itt még későbbi Hondákban is kézzel lehetett állítani a szelephézagot. Sőt, kell is, tehát igazából ezt ellenőrizni is kell időnként. Igen, hát ha elkezd csapogni, állítani kell. Utána állítani. Bovdenes folytószelep, ugye itt még vissza is rakjuk a helyére, itt még Bovden állítja a folytószelepet, tehát pont Japánban, ahol már ugye az elektronika csodája, és még mindig Bovdenes folytószelep állítás van. Nos, mindjárt elindulunk próbaútra ezzel a 2004-es, most 185.814 km-es órállású 1.4-es Civickel. Egy borzasztó kellemetlen sajátossága ezeknek a 7-genes Civickeknek, hogy a kuplungpedál tud nyikorogni. Ez jöhet az utastérben a kuplungpedál felől, vagy néha egyébként a motortéri tartozékaiból árad ez a rettenetes nyikorgó hang. Viszont ebben az autóban minimális hangot ad csak. Ennek a rendkívül tartós és jó minőségű autónak igazából a belső terese pusztul gyorsan, de azért vannak jellegzetes kopási pontok. Ilyen egyébként a váltókar,
aminek egy a gombja ebben az autóban is már egy kicsit kapott az időtől. Az ajtóbehúzókon tud lekopni a festék, meg megkopni érdekes módon, itt a vezető oldal is sokkal kevésbé van megkopva, mint az utas oldalán. Lehet, hogy ott érdesebb kézzel bent vele. Maga a kormány egyébként szerintem kifejezetten szép állapotban van. Ugye a sportokban nagyon szép pirossal varrott fekete bőrborítású kormány van, vagy sötét-szürke bőrborítású kormány. Ha gyári rádió volna a kocsiban, akkor annak általában a hangerő szabályzó gombjairól szokott az ezüstszínű dukkózás lemállani, illetve lekopni az évek során. És ami még szintén egy nagyon kellemetlen sajátosság a Civicnek, szerintem a belső terének az egyik legrosszabb tulajdonsága, hogy a fűtés bovlen el tud vásni benne, és akkor utána nem lehet a fűtést állítani, nem lehet a levegő irányát meg a fűtést normálisan szabályozni. Ez elég sok autóban előfordul, lehet a generáció Civicek közül. Nagyon ügyes rakodórekeszek vannak ebben a Civicben. Ugye itt a fedelet elhúzva most egy jó mély tágas terünk van, hogy kihúzhatjuk oda a pohártartót. Ezekben a kis apró ötletekben a Hondák mindig is nagyon ügyesek voltak. Maga a váltó itt is rendkívül precízen, finoman és nagyon jól kapcsolható, tehát a pontosság az nem ment rá erre az áthelyezésre, csak hát egyszerűen egy Civic az ugye mindig egy sportos vagány autó volt, és kicsit idegen ez az egész egyterűs felépítése, hogy a 7. generációnál ezt a gyár megvalósította. Tehát próbóúton vagyunk a Civic 1.4-jel, és nem tudom, hogy halljátok az úthibákon, nagyon hangos klottyanások, zajok jönnek innen a futóműből valószínűleg, mert majdnem mindent kicseréltetett a tulajdonos, még stabilizátor szilenteket, nem tudom, hogy amiatt van-e ez az égtelen kutyogás benne, vagy ilyen klattyanás, de minden esetre ez egy aggasztó zaj. Mindjárt megpróbáljuk reprodukálni a kamerának. Tehát ezeket a koppanásokat kellene eltüntetni a futóműből, mert majdnem mindenki van benne cserélve. Reméljük, hogy akkor az emelős átvizsgálás során majd fény derül rá, hogy ez miből jöhet. Ha elkéritek az átlagát a Sprint Monitoron, ott 7 liter fog kijönni. Ennek az autónak a számlálója azt mondja, hogy 7,3 liter. Mutat úgy itt egy ilyen német autópályán 160-at is mutatott már a kilométer óra, nem olyan régen, tehát ez egy viszonylag forszírozott, a üzembe jött ki ez a 7,3 liter, de egy hetes átlagban simán el tudtok vele menni, és azzal már az autó tényleg értékelhető módon jól halad. Szágódás az élet összesen 90 lóerővel, tényleg nagyon jó ez az 1.4-es benzines, csak azt kell tudni róla, hogy ez a Honda hagyományával ellentétben egy szíjas vezérlésű motor, és ez nem jó, hogyha valaki elfelejt vezérlést cserélni rajta, mert azt azért ez is zokon veszi. De egyébként egy rendkívül kiforrott, megbízható, tényleg nagyon jó technika. Kényelmetlenül nagy a fordulókörre a kategória társakhoz képest, de mondjuk ezzel együtt lehet élni, de városi forgalomban azért ez egy kellemetlen vonása. Szerintem kicsit jobb megoldás a 110 lóerős motorváltozat, az 1006-os, ami azért nyomatékosabb, jobban viszi az autót autópályán, meg országúton, de ez az 1.4-es is ahhoz képest szerintem egy kifejezetten jó megoldás, hogy mennyire ványadt és halovány 1.4-es motorokat tudnak más autómárkák kínálni. De ezt egy ilyen nagyjából ilyen 7 és 900 ezer forint körül tehető ennek a kocsinak az értéke. Szerintem ezért a pénzért nagyon jó ellenértéket nyújt, megbízható technikájával, alacsony fogyasztásával és teljesen jól élhető belső terével. A motor és a váltó alulról is japánosan száraz, egyedül itt tapasztalható némi olajfolyása. A vezérlés oldali főtengely szímen ingerezti az olajat, de egyáltalán nem jelentős. Tehát amíg csak épp, hogy egy kicsit olajos, én biztos nem bontanám ezért meg. Nem mint a nagy duranást lenne kicserélni, de én lusta lennék ezzel szétszedni, megmondom őszintén, amíg csak ennyire folyik. Ennek a motornak igazából szerintem sok baja nem tud lenni, viszont a sebességváltónak van egy nyeles tenger csapás hibája, ami a jazzeket is sújtotta, ugye a GD1-es jazzeket, még ezt az LP-s Civicet is sajnos. Azért ez egy alkatrészárban nem magas, de megint a munkadíj miatt egy 100 000 forintot elérő tétel. Szóval amikor mentek ilyen autót nézni, akkor mindenképpen tegyétek üresbe, nyomjátok ki a kuplungot, be a kuplungot, és hallgassátok meg, hogy van-e valami kis hangja a nyeles tengely csapánynak, mert aztán egy százassal kiebb lesztek, hogyha ezt ott nem veszitek észre.
Jól látható, a jobb oldali lengőkar vadi új, tehát itt a komplet lengőkart cserélte a gazda nemrég. A bal oldali lengőkart viszont nem bántották, és jól látható a lengőkarnak az első szilemblokja, ami egyébként nagyon gyakori Honda probléma. Az egyik, hogy kiszakad, hát az ugye minden autó problémája lehet, de Hondáknál gyakran előfordul, hogy a lengőkarból kicsúszik a szilemblokk, vagy fordítva a lengőkar csúszik ki a szilemblokkból, és akkor megül itt a segédkeretnek a peremén, és hihetetlen kopogásokat rendez le a futómű. Ennek a futóművből is jött egy rémes kopogás, a stabilizátor szilent volt a tippünk így a menet során. Igen, tehát nagyon gyakori ez a probléma, hogy kicserélik a fél futóművet, és nem találják a kopogásokat, és nagyon sokszor az első stabilizátornak, vagy úgy általában a stabilizátornak a két szilemblokját nem cserélik ki. Hiába cserélik ki a kitámasztókat, a két szilemblokot nem cserélik ki, és itt is lehet látni, meg érezni is, hogy az idő során egy 10x év alatt ilyen üvegkeménységűre keményedett szinte a gumi. Minimális pár ezer forintos tételről beszélünk. Kérdés nélkül, hogyha stabpálcát cseréltek, kitámasztott, ki kell cserélni két-két csavar, nem tart sem eddig ezt a két gumit is. Innentől kizártuk ezt a hiba lehetőséget, hogy ez is zörög vagy nem. Általában maga a féltege egy szár szokott eltörni, és itt van itt egy ilyen stabilizáló súly, meg gumi gyűrű a féltengelyeken, alatta meg tud állni a víz, és ez a minimális átmérő különbség elég ahhoz, hogy eltörjön a féltengely. Tehát nem a 130 Nm az, ami széjjel tépi ezeket, hanem a rozsdásodás miatt megy tönkre. És pont a tulajdonos, amikor egy előző ugyanilyen Civicet akart megvenni, akkor azzal talán 2 kilométerre jutottál, és akkor utána el is tört. És akkor már is eltört a féltengely, és aztán azért lett ez az autó. Szerintem óriási szerencséje volt. Szintén gyakori Civiceknél a belső csuklónak az ütés, amikor megkopik a csukló, akkor gázadáskor, nem tudom, itt volt-e ilyen, gázadáskor az egész autó betud, tehát nagy terhelésen az egész autó be tud remegni, és ez pedig a belső csuklónak a kopása szokott lenni, illetve hát itt is látható, hogy a differenciálműnek a csapágya már azért elég becsületesen lóg. Az igazi parádé viszont a kocsi alja, mert jellemzően ennyi idősen ezek a Civicek már elpusztulnak alulról. Főleg a Németországban a sógoroktól érkezett példányok. Bölcsőjük. Bölcső, maga, karosszérien minden rohadni szokott erősen, és ugye rozsdát itt is láthatunk, viszont ezek csak felületi rozsdák, még könnyen egy jó alvázis üregvédelemmel ez könnyen orvosolható. Bőven a menthető kategóriában van még ez a karosszéria. Gyakorlatilag csak felületi rozsdákat láthatunk mindenhol. Igen, és így érdemes itt megállnunk a hátsó futóműnél egy kicsit, mert hihetetlenül összetett és nagyon jó futóműve van a Civicnek. Ugye oldalanként állítható terpesztéssel, és tulajdonképpen akárhogy úgy néz ki, hogy ez egy csatolt hossz lengőkar, de nem. Tehát ez is egy lengőkar, csak ilyen buci nagy acél. Én ezt gondolom, hogy egy kicsit azért ezt túltolták a japán mérnökök is stabilitásra, tehát a T-72-esbe is be lehetne építeni egy ilyen lengőkart szerintem. Nagyon jó a stabilitása, és a Civic viszonylag könnyű is, olyan 1090 kg egy ilyen autó, a forgalmiban bármit is írhatnak. Ennek pont azt hiszem 1167-et írtak bele, de az autó az 1,1 tonna alatt van valamivel, tehát egy tényleg könnyű, nagyon kis energikus kocsi. Oszlassunk el egy olyan félelmet, hogy egy 1090 kilós autó nem lehet biztonságos. Nagyon jó lett az Euro NCAP törésszesztje a típusnak, és amiben kiemelkedő egyébként az a gyalogos védelem, tehát a gyalogosokat, hogyha ezzel ütitek el, sokkal jobban járnak, mint a kategória legtöbb másik autójával. Valami hihetetlen lassú a korabeli Hondáknak a szoftvere, tehát nem maga a műszer lassú, hanem az autó szoftvere ennyire lassú, tehát konkrétan lejár az ember szemigazolvány, amire kiolvassa az autót a műszer. Nagyon sokszor azt szoktuk csinálni, amikor elkezdjük az autó vizsgálatát, akkor már elindítjuk a műszert, mert egy 10 perc, negyed óra, mire végre átnyálazza az összes vezérlőt a műszer. Összesen 5 darab fővezérlő van az autóban, amit ki is tudtunk olvasni. Egyedül az elektromos kormány szervóban van egy hibakód, mindjárt megnézzük, micsoda. A sebességszenzor jellel van problémája az autónak, ez kivétel nélkül az összes Hondában benne van ez a hibakód, és nem is lehet törölni. Legalábbis én nem tudom, mikor találkoztam utoljára Civickel, ahol ne lett volna benne a kormányszenzorba, vagy a kormányműbe ez a hibakód. Japán autóknál nagyon a leggyakoribb motor vezérlőből érkező hibakód az a lambda szonda, illetve a katalizátornak a hibája, illetve a elégtelen működése. Ez azért van, mert a legtöbb japán autó ennyi idős korában már fogyasztja a többé-kevésbé az olajat, és az emberek hajlamosak úgy autózni ezekkel az autókkal, hogy 1500-2000-nél már mindig elváltanak. Na most ezek pörgős, rövidlöketű motorok, ők ott érzik jól magukat ilyen 4000-es fordulat között. Ez nem azt jelenti, hogy mindig így kell vele autózni, de igenis
havonta egyszer, két hetente egyszer el kell kenni a száját egy ilyen autónak. Magyarul sportosan kell vele egy kicsit autózni, egy 5-10 kilométert, nem kell felváltani azonnal, hadd pörögjön az a motor, úgyis szeret pörögni 4-5 ezret akár, akkor így kiég a katalizátor, kitakarítódik, és megint egy darabig nem fogja produkálni ezt a hiba jelenséget. A tulajdonos panaszkodott rá, hogy kopog a kocsi elejében, valami pedig ki van cserélve minden a futóművön, illetve mi is hallottuk a próbaút során, hogy valóban kopog. Először azt gondoltuk, illetve hát érdemes mindenképpen ezt az alkatrészt kicserélni, hogy a stabilizátornak a szilánblokkja kopog, de közben hallhattuk, hogy illetve így is lehet hallani, hogy a kormányműből egy elég erőteljes kopogás jön ki. Van egy kis kitámasztó csúszka a kormányműben, ami hogyha megkopik, akkor a fogasléc elkezd mozogni és elkezd kopogni. A jó hír az, hogy ennél a típusnál állítható a kormánymű, tehát ezt a csúszkát lehet állítani, nyilván bizonyos határokon belül, tehát amikor már túl van ezen a határon, hogy nem lehet többet állítani rajta, akkor fel kell újítani, illetve ki kell cserélni ezt a csúszkát. Az elmúlt 185 ezer kilométer némi nyomot hagyott itt a ülés szivacsozásán, kicsit megrogyott ez a kárpitozás, de a vasig nincsen kiülve, tehát igazából most is továbbra is nagyon jól tart. Sajnos az első ülésnek egyáltalán nincs előrebukó, előrecsúszó funkciója. Itt csak egy ilyen minimális nyílás válik szabad, de hogyha előrehajtjuk. Az utasülés viszont előre szalad, ott megvan ez az easy entry funkció. És ugye ebben az autóban, ahhoz képest, hogy egy sportos vonalú háromajtós kocsi, nagyon-nagyon jó, hogy sík bent teljes mértékben a padló. Ezt a Honda úgy tudta megcsinálni, hogy egy viszonylag különleges lapos benzintankot alkalmaztak, és így tudott a padló tökéletesen sík maradni a hátsó utasoknak. Nem tudom, mennyire követte nyomon a videóink tetszési arányát, de a legrosszabb egyébként a Hondásoknak volt, a Honda Jazzy, illetve a Honda Civic-e, a 8G-es, az UFO Civic-e, mert azt mondták a Honda rajongók, hogy mi direkt hoztunk oda olyan retek, lepusztult, illetve szép, de túlértékelt és túl magas áru autókat, hogy a Hondák arculatát rontsuk, és hogy ennek a márkának ártsunk, stb. Ez szemenszedett, hamuba sült ostobaság, hogy finoman fejezem ki magam, nem akarunk semmilyen márkának ártani, viszont nyilván egy pocsék autón, ha több rajta a hiba, jobban meg tudjuk mutatni a típusnak a jellegzetes pontjait, ahol probléma adódhat vele, mint egy hibátlan autón. Ez viszont most azt hiszem, hogy kicsit átlendültünk a ló túloldalára, mert ennek sok baja nem volt. Így van, és a legnagyobb erénye ennek az autónak, hogy nincs szétrohadva. Pedig Németországból jött. A bölcsője gyakorlatilag rozsdamentes, az alján vannak felületi rozsdák, de 16 éves autóról beszélünk. Tehát feltűnően, kimondottan jól néz ki ennek a kocsinak az alja rozsdaügyileg. És hát a sárvédőíve, tehát az, hogy körbemérted és gyári is. Nem, hát volt javítva egy-két helyen, de sehol nem volt komolyabb, és inkább meghúzás miatt, itt sem rohadás miatt. Igen. Hát nem gyakori ilyen 7G Civic-et találni, ami nincs még atomjaira rohadva. Már megint kapni fogunk. De ettől még nehéz, hiszen te elég sok ilyet átnéztél így van. Bizony nem könnyű. Így van, a futóműre ugye már költöttek, annyi még mindig kopog itt a stabilizátornak a szilentjét, azt még majd ki kell cserélni. De túl nagy bajai nincsenek az autónak. Tényleg ahhoz képest, hogy ez valami mennyi 750 ezer forintos autóról beszélgetünk. Tehát igen, mondjuk jól vett, hogy azért a piaci értéke az inkább ilyen 850-900, de lehet, hogy akkor is autót venni. Akkor is, tehát most egy egyes fókuszhoz, vagy egy nem tudom mit lehet ennyi pénzért kapni, egy nagyon lepattant H-s Astrát például. Ahhoz képest ez egy űrhajó. Úgyhogy ha ennyi pénzért keresnék hogy az autósektől is kapjunk. Így van, hát ha már úgy legyen kövér. Jó. Tehát ha ennyi pénzért kéne nekem ilyen városba rohangálós, bohockodós autó, ezért nem tudom, biztos, hogy ezt venném meg. Tehát árérték arányban nagyon jó autót kapunk a pénzünkért. Nem könnyű egy ilyet megtalálni egyébként, tehát komoly nem, keresés igen. Eredménye ez az autó, azt hiszem, hogy ilyen 11 néhány kocsit nézett meg a tulajdonos, 6G-eseket meg ilyen 7. generációsokat is keresett, mire végül ezt megtalált, tehát óriási szerencséje volt szerintem. Abszolút így van. Én nagyon sokáig ennek nem engedném el a kezét, hiszen rozsda nincs rajta, a többi az meg vagy semmi baja, vagy egyszerűen javítható és áttekinthető. Igen, tehát... és valószínűleg ez a típus már elért oda, hogy ennek már nem fog csökkenni az ára. Igen. Tehát van egy bizonyos használati érték, mégiscsak egy Honda, és mivel nincs elrohadva, ennek lefelé már nem fog menni az ára. Igen. Csak felfelé. Na hát köszönjük szépen nektek a figyelmet, a tulajdonosnak, hogy elhozta és beküldte ezt az autót, és a ti kocsijaitokat is várjuk, értékbeslőkukac.hu. Amennyiben úgy érzitek, hogy megérdemeljük, akár Honda drukkerek, akár nem Honda drukkerek, jól esik, hogyha feliratkoztok, örülünk annak, hogyha lájkoljátok ezt a videót, ami nagyon jól tesz nekünk állítólag az algoritmusban. Minden esetre folytatjuk tovább az értékbeslőt, hasonlóan izgalmas és érdekes autókkal. Sziasztok! Kitartás, sziasztok!